Üdvözlünk minden kedves nézőinket! Néhány másodperc és kezdődik az első futam közvetítése felvételről. Hosszú kihagyás után itt vagyunk újra a Super GT és Nissanokkal és a HRF1 RT-vel Dijonban egy francia pályáról jelentkezünk. Sági Dávid kommentátortársamat is köszönteném. Sziasztok, köszöntök én is minden kedves nézőt. No, hát egy igen komoly szünet után gyűlt össze ismét a mezőny ezen a francia pályán. Megy tovább a bajnokság. Egyenlőre az időmérő edzés alapján változatlanul, ugyanis Berki Mirán uralja a bajnokságot abszolút, tehát nagyon magabiztos tempója van majdhogy nem minden pályán. Úgyhogy meglátjuk, hogy ezen a két versenyen ő is és a többiek is mit tudnak teljesíteni. Mit várunk ettől a mai futamtól, Dávid? Hát az eddigi futamok alapján volt szerencsém megtapasztalni ezt a pályát, hogy milyen, ugye. Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb futam lesz eddig. Sőt, a legjobb futam lesz, én úgy gondolom. Hát, hogy ki lesz a győztes, azt pedig nem igazán tudnám megtippelni, de hát nem vállalok túl nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy a Milán az elég nagy esélyese a dolognak. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jó, akkor viszont lássuk is ezt a futamot, az elsőt. Hamarosan felsorakoznak az autók rajtrácsra. Van is bízunk benne, hogy minél többen megtekintik ezt a közvetítést. Hál' Istennek mindig vannak, akik idejüket nem sajnálva leülnek, hogy a szőlősi tévét megtekintsék két hetente. Hát igen. A dijoni pályán vagyunk, amelyik francia pálya. És hát csak, hogy valami hazai vonatkozást is ide hozzak, ugye a futball válogatottunk középhátvédje Lang Ádám a Dijon futballcsapatának tagja. Nem hiszem, hogy ez ide illik, de megvan a hazai vonatkozás. A közös pont, így van. Így van. Illetve hát a közvetítés előtt elfogyasztottam egy kakaós csigát, hogy a lelátókon helyet foglaló nézőkhöz hasonlóan én is csigazabálónak mondhassam magam. Ja, most abszolút francia hangulatú az egész. Így van. Így van. Én nagyon átélem most a helyzetet. Nagyon jó. Na, nézzük is az időmérő eredményeket. Ugye Berki Milán saját magát nem meghazudtolva 1.08.9.27-es félelmetes körrel szerezte meg a pole pozíciót, több mint 4 tizedet adva Farkas Dávidnak, aki a második pozícióban végzett. Mögöttük milyen Gabesz. Milán az élem. Hát igen. Mögöttük ugye Gabesz, Zsolt, Sós Róbert, Marinka Tamás egy újonc a bajnokságban. Mögöttük Boxos, Fekete Imi, Aszalós Zoltán és Somasz Kate az első 10. Őket Mumus, Lui, Szabó József, Ádám, ugye a liga vezetője, Somogyi Zsolt, Jómagam Szőlősi Tibor, Galuska Mihály, Hajdú Gábor, Guszti és Medhet követi. Így meg is volt az első 20. Úgyhogy egész népes mezőny alakult megint ki. Ezzel a lányos színű autóval megint a élmezőnyben vannak a fiúk. Milán ugye az élen, Gabesz pedig kettővel mögötte. Nagyon jó ez az autó. Tehát ilyen lassan okoni magasságukba emelkednek. Hát igen, csak ők jobban vigyáznak egymásra egy kicsit. Így van, talán. Itt nem gyilkolják le egymást.
Na, közben vissza is értek a felvezető körről. Ezek az autók. Úgyhogy még utolsó kerékkipörgetések, egy kis hű a gumikba. Ugye Berki Milán a pólban. Ha valaki ott meg is csúszott hátul, ha jól láttam. De nincs jelentősége, visszaállt a helyes pozícióba. Hát így van, ennyi belefér ilyenkor, még akár szándékosan is benne van. Szándékosan a falnak csapja. Mindjárt megláthatjuk ezt a rajtot, még az utolsó pilóták beállnak a mezőny végére. Ugye Berki Milán, Farkas Dávid és Gabesz az első három. Két csapattárs az első háromban, mint két nagyon erős pilóta, úgyhogy meglátjuk, és felbögnek a motorok, kialszanak a lámpák, és ebben a pillanatban Milán egy picit beragadni látszik, nem is kicsit. Gabesz és Farkas két oldalról, Farkas van nagyon jó pozícióban a belsőiben, Gabesz talán kicsit előrébb, így van, be is tudott húzni, és Farkas összeakad egy picikét Milánnal, de eljön második helyen. Sós Robi támadja Milánt. Így van, na hát nem erre a rajtra számítottam, abszolút. Milán a külsőiben, ami most már belső lett. Sós Robi mellett sikerült elmenjen, Robi egy kicsit hibázik is. Elég könnyű lecsúszni ebbe a balosba. Ugye volt időm megtapasztalni ezt a pályát, hiszen egy Szőlősi Tibi kollégámnál tettem egy látogatást a múlt hétvégén, úgyhogy én is mentem ezen a pályán. Hát nem könnyű, úgyhogy nehéz dolga lesz itt a pilótáknak. Vannak benne igen ilyen nehéz jobbosok főleg. Így van, ugye nagyon-nagyon egy irányba terhel a pálya. Ugye ezt az autóbeállításokkal próbáltuk valamelyest ellensúlyozni. Már amennyire lehetett, hát nyilván vannak azért ennek is korlátai. De hát amennyire lehetett próbáltuk. No, azért megy a kakaskodás egyébként, itt a középmezőnyben pláne. Igen, és a második helyen pedig Milán, vagyis hát ő még nem a második, de lassan a második helyen lesz, hiszen folyamatosan támad. Támadja Farkas Dávidot, így van. Farkas is nagyon rutinos versenyző egyébként. Igen, és a bajnoki tabella első két helyezettje. Így van. Közben Gabeszi kicsikét meglúgni látszik előttük. Én most abszolút a saját tempóját tudja autózni. Senkitől nem zavartatva. Csatáznának még tovább. Így van. Közben beültünk Milán autójára. Egészen közel engedi Farkashoz az autót. Próbál minél jobban a célegyenes ráfordítónál minél közelebb maradni, hogy az egész hosszú célegyenesben szélárnyékból tudjon esetleg támadni. Sokkal jobban betapadt neki az autója. Így van, húzza is magára a szélárnyék. Belsőjére próbál jönni. Farkas hagyja neki a helyet. És meg is van. Sikerül elfordulnia belül. Nagyon szépen bent tartja az autót, úgyhogy meg is van a második hely. Igen, ott, és a két MG-s autó pedig elkezdett haladni a kettős győzelem felé. Így van. Ó, közben Sós Robi hibázik egyet negyedik helyen. Lecsúszik a pályáról. Kicsit több tempóval próbált bemenni, mint amivel be lehet abba a kanyarba. Ezzel bukott igen, is egy pozíciót. Is hibázott, nem? Így van, ugyanitt, úgyhogy. Nem lesz a kedvence. Hát nem. Nézzünk kicsit hátrébb a mezőnybe, hogy alakulnak. Hát hátrébb volt egy... És Romogyi Zsolt, sőt még Ádám is benne van ebbe a dologba. Egy pontosan nem láttam, hogy mi volt. Ádám is boxos a pályán, ők mentek tovább. Somogyi Zsolt viszont bukott, és közben Bubán Dávid a 19. helyen szintén a falnak vágta az autót. Na hát igen, ő már most jön vissza, akkor úgy néz ki, hogy megúszta az autó. Hát meg, kérdezik, mennyivel tud-e majd olyan tempót autózni, amit az autóval alapból lehet, hogyha nincs neki komolyan baja. Igen, csapattársa Somogyi Zsolt a 17. helyen.
Úgyhogy... Igen, ők ketten pont benne voltak itt a dolgokba. Boxos pedig jön is ki a boxba. Hát akkor az ő autója az nem húzta meg a dolgot. Hát vagy a gumiai. Mert ugye, hogyha valami nagyon komolyabb keresztbecsúszás van, ugye nagyobb tempóval, akkor elég durva lehet ugye darálni az abroncsokat, és onnantól kezdve nagyon nehéz velük menni. Stukakés. Fekete Imi is hibázott egy kicsit a hatodik helyen, és egyből ott is vannak a nyakán a többiek. Soma, Mumus és Aszalos Zoltán is. Az egy szép négyes lehet itt. Közben Aszalos előzi Mumust. Próbálja legalábbis a célegyenes ráfordítóban, de nem elvette a gázt. Mumus követi az előtte haladókat. Szélárnyékot még nem sikerül neki fogni egyelőre, mert ahhoz nagyon messze van. Mögötte pedig Aszalós érkezett meg, de nem tudja betenni az autót. Szélárnyékban nagyon szépen följött egészen Mumus háta mögé, de nem sikerült. Nem, Mumus szépen védekezett. Így van, nézzünk egy kicsit előrébb egyelőre. Sós Robi visszavette a negyedik helyét. Gabesz lecsúszik az élen, és Milán pedig be is teszi mellé az autót. Nem, vigyáznak egymásra. Külsőjében van, és itt Gabesz még meg tudta tartani a pozícióját. Na nézzük, hogy mi lesz a továbbiakban. Milánnak jobb a tempója, szemmel látható, és Gabesz folyamatosan lecsúszik az ideális évvel. Na nézzük, hogy a célegyenesben tud-e majd előzni a bajnoki éllovas. Egyelőre még messze. Messze van, igen. Nagyon jó végsebessége van Gabesznak egyébként. Az látszik, hogy nem tud annyira megérkezni Milán rá, mint a többiekre. Viszont lecsúszik az első kanyarban. Kicsit szélesen fordul, de ez még megvan. Még Milánnak nem volt lehetősége próbálkozni az előzéssel. Eddig megmaradtak egy-kettőbe. Az látszik, hogy nagyon vigyáznak egymásra. Hát nincs értelme olyan csatába belemenni, hogy mondjuk bukják ezt az első két helyet. Nincs bizony, és ugye a bajnokságban is úgy állnak, hogy Milán vezeti, Gabesz pedig a második helyen áll, ugye Sós követi még őket, tisztes, illetve Gabesz, ez elég közel van, de Milántól tisztes távolságban mindenki. Így van, közben már egy lekörözés, valaki nagyon elegánsan félrehúzódott. Galuska Mihály pedig a kavics ágyban, de vissza tudott jönni. 16. helyen található. Itt is azért van a 9-től 9-10-11-12. Helyen is nagyon-nagyon szorosan. Jól látom, Fekete Imitől pedig elbúcsúztunk. Nem tudom, hogy mi lehetett vele, de bent áll a boxban. Hát nem tudom, hogyha esetleg nézőként itt van, akkor várjuk, hogy mi történt itt az első futamon vele. A közben Milán megint jön, és a belső íven ott van, támadja Gabeszt. Gabesz. Hát egy picit ezt levágta, én úgy gondolom. Ez lehet, nem kellett volna. Erről sajnos pont lemaradtunk az élőképen. Már csak arra, hogy érkeznek meg a lassú balos lejtőbe. Itt is fej mellett. Milán nagyon-nagyon előre szeretne menni, de Gabesz azért nem adja ezt annyira könnyen. Hiába csapattársról van szó. Milán is elhagyta picit a pályát. Na nézzem, magukra húzzák Farkast, abszolút. Igen, ebből jó jöhet ki még, Dávidunk. Milán egy picit szélesen jön ki, és fordul rá a célegyenesre. Meglátjuk, melyiküknek sikerül jobban a gyorsítás. Milánnak kockáztatnia kell, hiszen Gabesznek tényleg olyan végsebessége van, hogy itt a célegyenesben, ha nem tud elég közel lenni hozzá, valaki a pálya közepén állt közben, szóval nem tud elég közel lenni Gabeszhez, szinte esélytelen megelőznie. Hát Gabesz pedig, mondjuk látunk tőle az imént egy-két kisebb hibát, de ő nem az a pilóta, aki túl könnyen eldobja az autót a kiélezett helyzetekben is, úgyhogy elég hidegfejű. Majd meglátjuk, hogy meddig tud az lenni, hiszen nem kis nyomás van rajta, hogyha egy ilyen pilóta támadja őt. Abszolút. 6.-7. helyen Soma és Aszalós. Aszalós előzte meg Somát.
és ezzel egy újabb pozíciót jött előre, ugye az előbb Mumust sikerült maga mögé utasítania. Igen, Mumus le is szakadt egy picit az előtte haladó kettőstől. Így van, de egyelőre 8. helyen az abszolút jó pontokkal kecsegtet. Methet volt, aki a pálya közepén a célegyenesben állt. Közben 10.-11. hely. Így van, találtam. Szőlősi Tibi támadja Ádámot. A liga vezetőtöket. Támadod. Hát igen, mondjuk most picit lemaradni sikerült róla. Inkább ő támad. Igen, előre felé. Hajdú Gabi, a 9. helyen van, ez kicsit meglep engem. Ez egy kiemelkedő teljesítmény tőle. Én azt gondolom, legalábbis látva az elmúlt futamok szenvedéseit tőle. Úgyhogy mindent bele, Gabikám. Így van, most Ádám a belsőiben. Ez úgy néz ki, hogy akár meg lehet a féktávon. Kérdés, hogy Hajdú Gabi mekkora lendülettel tud elfordulni. Nem, el kellett venni egy kicsikét, mert összeértek volna Ádámmal. Úgyhogy jó volt Ádám helyezkedése, és így sikerült átvenni a 9. helyet. Igen, és jön Szőlős is. Szintén megtámadja Hajdút. De ez még most nem jött össze. Mögöttük Stupek is jön. Hú, szépen összegyűltetek itt. Sőt, jön még valaki. Ha jól látom. Így van, úgyhogy sokan lettünk egy picit. Stupek egy picit lecsúszik, és emiatt lemarad. Egy hangyányit, de ez még bőven jó. Milán pedig még mindig nem tud mit kezdeni Gabesszel. De nagyon közel folyamatosan. Közben 12.-13. hely Marinka Tamás támadja Stupeket. Külső ívről próbálkozik. Nagyon-nagyon közel egymáshoz a két autó, de egyelőre nem. Nem sikerül. Jó féktávot vett nagyon. Mélyen, de pontosan fékezett. Ádám pedig talán egy kicsit kezd elnyúlni tőletek. Így van, úgyhogy de még itt abszolút nincs lejátszva ez a meccs a 11-12. helyen. Nagyon szépen közel követik egymást a srácok. Közben valaki ismét a pálya szélén szerintem megint menthet, legalábbis a festésből ítélve. Igen, ő volt az. Mumus pedig a 7. helyen van, az azt jelenti, hogy Somával lehetett valami. Ezt pont nem láttuk. De eddig Soma volt a 7. és Mumus a 8. Most ellentétesen vannak. Milánnak pedig lassan maga mögé kell nézegetnie. Hiszen... Farkas. Így van, és Gabesz elhúzott, úgyhogy... Lehet, hogy picit elfogytak azok a gumit itt a folyamatos támadástól? Hát az bőven meg lehet. Egyébként is elég drasztikus mértékben fogyasztja ez a pálya gumikat. És akkor még finoman fogalmaztál. Igen. Tapasztaltuk ugye? A nagy éjszakai tesztek alatt. Így van. Farkas nagyon szépen tapad egyébként Milán mögött, abszolút. És most Gabesznak hagytak egy kis lélegzetvételnyi előnyt. Talán úgy van vele Milán is, hogy... Hajdú Gabi a 14. helyen falba állt. Szegényet most dicsértem meg az előbb, hogy milyen jól megy az elmúlt futamokhoz képest. Most már 15. Bíztattam is, de hát állj ez a hiba, az nem kellett volna. Pedig most tényleg jól ment, tempója is megfelelő volt, ott autózott a középmezőnyben, szépen ment Ádámékkal. Hát ez most nem jött jól. Így van. Azt látom egyébként Hajdú Gabi autóján, hogy ott viszont az első gumik abszolút elfogytak.
Nagyon-nagyon alul kormányzott volt a célegyenes ráfordítóban. Én pedig a boxban. Na, szörülési Tibi. Így van. Hát ez sikerült a célegyenes ráfordító előtt megcsúsznom a külső műfűvön és az autó orrával a falba csapódni elég komoly tempóval, és itt a futóművem az úgy gondolta, hogy ő nem szeretne tovább működni. Úgyhogy egy 2 perces box kiállás következik, de ezt nem nézzük végig természetesen. 120 másodperc volt a javítás, úgyhogy itt az egész futam elment a levesbe. Én nem szégyen a hiba, neked még csak egy, te még csak egy akadémista vagy ezzel a Nissan Akadémia autóval, úgyhogy fiatal vagy valahol fejlődned. Gabesz pedig a második, na megint lecsúsztunk itt a dolgokról. Mi lett Gabesszal? Nem fantasztikusan kapcsolgatunk egyébként, hogy az hihetetlen. Tehát igen, mindig ott vagyunk, ahol nem kéne. Hát ekkor a mezőnyben nem tudunk sajnos mindent megmutatni, az a baj, mert nagyon sok helyen op, és Farkas hibázik, Farkasnak elúszik az autó hátulja. Ajajajajajaj. Hát nem nagyon kár érte. Sós elmegy mellette, jön még Zsolt, de ő messze van. Úgyhogy a negyedik van. Szépen megfogta egyébként, de hát ebből lehetett volna egy komolyabb baleset is. Igen, meg szerencsére volt bukótér, ahova kisodródjon az autó, tehát nem csapódott falnak. Úgyhogy... Milán valami nagyon durva tempóra kapcsolt egyébként, mert Gabesznek adott egy 3-4 másodpercet így egy kör alatt. Vagy Gabesz hibázott, erről sajnos nincs információnk, hogy pontosan mi történt köztük. Hát én azt gondolom, hogy innen Milánt megfogni, hát az művészet lesz, hogyha nem hibázik. Tudjuk, hogy milyen tempót képes autózni. Eddig ugye nem tudott előzni, hiszen Gabesznek nagyon-nagyon jó végsebessége volt. Hiába volt a Milánnak meg a megfelelő tapadása ahhoz, hogy folyamatosan támadni tudja Gabeszt. Nem volt kellő végtempója ahhoz, hogy előzni is tudjon. De innentől kezdve szabad a pálya neki, és tovább növelheti előnyét a bajnokságban, ami 29 pont jelenleg, a mögött álló Gabesszel szemben. Így van. Hát itt esetleg még, hogyha Gabesz fogható Sós Robi szempontjából, akkor még úgy ott a bajnokságban is lehet pontokat szakítani. Marinka Tamás 9. helyen harcol az autóval, tök egy gyorsításon nagyon elindult keresztbe az autó hátulja. Ő is elment akkor itt Ádám és Tupek mellett, hát azt sem láttuk, hihetetlen egyébként. Hát igen. Ugye ő volt mögöttük, ő volt abban a vonatozásnak a legutolsó tagja. Hát most elő van is ott hagyta a vonatot és egy Soma után. Stupek pedig Ádám után, a 10. helyért. Most kicsit, mint a Stupeknek jobban jött volna ki a kigyorsítás a célegyenesre, viszont ahhoz messze van, hogy utolérje Ádámot szerintem. Legalábbis egyelőre úgy néz ki, Ádám behúzódik a belső ívre. Így Stupeknek nem volt szélárnyéka. Ádámnak is elég szép végsebessége van, de hát az a 560-nal megy a pályán. Nem hiszem, hogy könnyű lesz őt is megelőzni. Hát közel 2.80-at jönnek a opa, Dávid kiesett célegyenes végén. Ott valami megint lehetett vele. A bajnokság negyedik helyezettje búcsúzik a futamtól Fekete Imi után. Így van, azt egyébként érdemes így utólag megjegyezni, bár ugye akik a helyszínen voltak, ők tapasztalták, hogy a szervernek volt valami internetes problémája, és nagyon komoly lagok voltak időnként, meg egy-egy embert ledobott a szerver, random. És ugye itt nincs lehetőség ugye visszacsatlakozni futam közben, tehát hogyha valakit esetleg ledob, akkor sajnos neki már az a verseny elúszott. Sajnos lehet, hogy ennek az áldozata lett. Így van, ezért is hoztam fel ezt a témát most, mert ugye ide kapcsolódhat akár, hogyha tényleg így történt. Ádám is, ja nem Ádám, bocsánat, leköröz, akkor nem szóltam, pont kezdtem volna. Ádám ott körözik le, bocsánat. Úgyhogy... Gabesz második helye, az kezd veszélyben lenni, mert Sós
pokoli tempóban jön mögötte. És megpróbálja elvenni az MG csapatának a kettős győzelmét. Hát igen, és ugye a Sós Robit is láttuk már ebben a bajnokságban nem egyszer bizonyítani, hogy... Nem egy ügyetlen fiú, az biztos. Így van. Úgyhogy ha utoléri Gabest, akkor ott még elég komoly csata alakulhat ki. Köztük. Meglátjuk. Viszont most már egészen-egészen ráesni látszik. Kérdés ugye, hogy a lekörözésük is hogy jön neki, most pont leköröztek egy illetőt. És nagyon elegánsan félrehúzódott. Meglátjuk, hogy esetleg valami feltartás, vagy bármi közbeszól ebben a csatában. Közben kezdtek aktivizálódni cseten, úgyhogy nyugodtan akinek bármi észrevétele, bármilyen van a futamhoz, vagy ugye az egészhez kapcsolódóan, akkor nyugodtan várjuk és figyeljük. Ilyen közben Bubán Dávid is megerősítette a már korábban emlegetett gumikopást, hogy igazából nem annyira bírták a versenytávot ezek a gumik. Közben Sós Robival autózunk egy kört a pályán, hogy megnézzük, hogy is néz ki ez a pálya egy belülről. Dejtős boros lefelé, ami könnyűnek tűnik, de talán az egyik legnehezebb szakasza a pályának. Igazából a kigyorsítások is az miatt nehezek, hogy ugye nagyon nagy emelkedők, illetve lejtők vannak, és ez nem könnyíti meg a helyzetet. Így van, ugye bizonyos pillanatokra ugye elkönnyülnek az autók ugye a domtetőkön vagy kis búckákon, nagyon-nagyon illetve nem jó szó rá az, hogy érdes, tehát búckás a pálya felülete, tehát nem egészen sík az aszfalt, és amiatt ilyen pillanatnyi tapadásvesztések vannak, és hogyha pont akkor áll az ember a gázra, akkor az nagyon vicces manővereket tud szülni, ugyanis egy pillanat alatt csúszik keresztbe az autó. Egyelőre úgy nézem, hogy Sós Robi nem nagyon tud ennél közelebb menni Gabeshez, ugye itt már a szélárnyék azért befolyásolja a kanyarokban az autó mozgását, és innentől már nagyon nehéz, hogy megérkezik ebbe az egy másodperc körüli távolságba. Innen már nehezebb közeledni az előtte autózóra. Úgyhogy el is nézünk tovább, hogy Mumus és Soma között egy lekörözött versenyző. Mumus a hatodik helyen, ugye Farkas Dávid kiesését követően a hetedikről egyet előrelépett. Szép csendben Mumus lopja a pozíciókat. Mögötte pedig Soma az, aki nem adja fel. És próbálja levadászni Mumust. Mumus is ugye az egyik nagy öregje a bajnokságnak, ugye iRacingben is rendszeresen megméretteti magát. Egy nagyon komoly versenytapasztalata van, azért neki is rengeteget versenyez. Úgyhogy őt sem lesz egyszerű átugrani. Hát mikor kicsi voltam, mindig a Mumussal ijeszgettek, úgyhogy... Kicsit hát félek tőle. Ez a Mumus, nem az a Mumus, de igen. Nem, most már kezdem megkedvelni, tehát Mumus nagyon jól megy, úgyhogy... Abszolút, viszont most... Minden félelmem elszállt. Somának kedvez a szélárnyék. Abszolút. Mumus ugye rutinosan zárja és a belső ívet, hogy ne tudjon mellé férni. Egészen megérkezik a féktávra, de... Hát, meg is lökte. Jaj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 
Na ez egy kemény. De megúszták. Kemény féktávol, de igen, megúszták, hál' Istennek. Egyik sem végezte a falban. Közben Ádám és Tupek meccselnek és leköröztek egyszerre. Stupek van a belsőiben, Ádám van kívül. És Stupek egy picit lecsúszik, Ádám kérdés, alá fog-e tudni gyorsítani? Hát pont nem sikerült, majdnem kifizetődött ez a szűkebb belső ív.
Nem jött Nem, össze alá. nem sikerült, így van. Így van, úgyhogy Stupek a 9., Ádám a 10. helyen. Sós pedig tovább ijeszgeti Robest azzal, hogy elveszem a második helyedet. És elég közel is van hozzá. Én azt gondolom, hogy jóval közelebb van, mint az imént láthattuk, ugye? Amikor beszéltük, hogy nem tud közelebb jönni. Na nézzük, hogy a célegyenesben, ugye ezt láttam. Gabez egy kicsit lecsúszik, igen. Van a fantasztikus jobbosban. A legszemetebb dolog az egész pályán. Én is pont ezt akartam mondani, hogy amennyire egyszerű kanyarnak tűnik, rengeteg hibát szült egyébként. Nagyon sokat hibáztunk. Na most, most jön Sós Robi. Érkezik meg szélárnyékba Gabez mellé a külső ívre. Ugye onnan nem lesz egyszerű beférni mellé. Próbálkozik Sós Robi. Gabez nagyon szűken tartja az autót. Hát... ezt nagyon-nagyon szépen kiszámolták, de egyébként nincs meg a pozíció. Robi nagyon igen, nézelődik. Gabez elég jó védekező pilóta. Finoman fogalmazva is. Na de Sós pedig, mint említettük, nem ügyetlen, és biztos, hogy minden meg fog tenni, hogy meg tudja előzni. Ja, most is. Autót, és a külső éven teszi be az autót. Na nézzük az alávágásot. Nem, ott nem tudott alávágni. Igen, ott, hogyha a belső éven gyorsított volna ki, akkor nagyon elúszhatott volna az autó hátulja, nagyon nehéz ott eljönni, vagy kijönni abból a jobbosból. Így van, érkeznek meg az említett kanyarban, amiről az előbb beszéltünk, hogy nagyon könnyű benne hibázni. Sós Robi megint nagyon közel, egészen szélesen próbál ráfordulni a célegyenesre, minél nagyobb tempót átvinni. Nagyon közel Gabezhez. Na Gabez, ez lesz most nehéz. Igen, még most húzza a szélárnyék, csak ha kijön belőle, utána tud-e olyan lendületet hozni, hogy meg is legyen az a pozíció, és olyan a féktávon ki tudja fékezni Gabezt a külső éven, Sós Gabez a belsőn, Sós egy picit meg is csúszik, és nem tud elmenni. Gabez, nem, ezt ismét levédek azt a Gabez. Hát igen, külső évről abban a kanyarban nem gondolnám, hogy így el lehet menni Gabez mellett. Viszont a belsőt meg nagyon szépen zárja, mert tudja, hogy ez egyetlen lehetőség, hogyha oda valaki beférkőzik, onnan már meg lehet fogni. Igen, úgyhogy én a helyében bemennék a boxba és ott előzném meg. Igen, a fal másik oldaláról lehet próbálkozni. Ismét egy lekörözés. A lehetőséget ki kell használni. Így van, na érkezünk ismét vissza célegyenesre azonnal. Most Sós Robi egy picit messzebbnek tűnik, vagy messzebb van Gabeztől. Talán a lekörözés nem jött ki annyira zökkenőmentesen most neki. Meglátjuk, hogy sikerül-e. De megint jobban gyorsít ki a célegyenesben egyébként. Ez már sokadik alkalom, hogy jobban jön ki Robi. Gabeznak most viszont van egy kis segítsége ott előttük. Így van, megint behúzódik belülre. Robi kívül. Át a lekörözött nem feltétlen döntött jól, és Gabez egy pici átrányba kerül, de a belső ív miatt sikerül megtartani a pozícióját. Sós Robi kívülről rágyorsít. Az nagyon szép. Gabez visszatámad? Vissza bizony. Na nézzük, hogy mi lesz itt. Gabez most a külső éven. És Sós lecsúszik. Sós lecsúszik. Sós a szokásos helyen ismét hibázik, és most kellő távolságban van Gabez. Pedig én azt mondom, ez megvolt. Meg volt. Ott láthattuk, hogy Sós nem első alkalommal hibázik. Ezt most is megtette kulcs szituációban, Gabez pedig ezzel nagyjából talán el is könyveleti a második helyet, hiszen szépen le is szakadt Sós. Így van, úgyhogy most akkor meg tudjuk nézni, hogy a mezőny többi részén mi a helyzet. Közben Hajdu Gabit is köszöntjük itt a nézők táborában. Szia Gabi! Cseten megérkezett, Soma és Mumus 6.-7. helyen. Mumus egyelőre még előrébb. Soma viszont nagyon közel hozzá. Ugye ők már a futam jó részében így egymás mögött autózgattak. Az újonc, Maringa Tamás a 8. helyen, ez is abszolút
dicsérendő. Mezőny egyik legfiatalabb pilótája. És nagyon szépen megy egyébként. Pontosan vezet. Abszolút. Soha pedig előzi Mumustot a 6. 7. helyen. Célegyenesben egy Sós Gabesz csatáját is ugyanez jellemezte. Soma a külső éven, de ő viszont meg is csinálja. Így van. Tökéletesen vette ezt a jobbost a külső éven. Mumus pedig nem hiszem, hogy vissza tud támadni innen, nagyon nehéz lesz. És nem is tud. Ez egy fantasztikus előzés volt Somától. Ahogy kell a külső éven, halál pontosan elment Mumus mellett. És hát azt hittem, hogy Mumus visszapróbálkozik ezen a féktávon, de nem. Esélytelen volt, nagyon messze volt tőle. Így van. Közben Sós Robi a cseten ismét átélhette ezt a féktávját, amit elhibázott. Úgyhogy a Mumus közben egy pillanatra a fűre kényszerült. Kicsit megúszott az autója hátulja. Milán pedig egy utca hosszal vezet. Teljesen magányosan autózik újabb győzelme felé. Mögötte Gabesz pedig a második helyen. Boxos és Hajdú Gabi. Sós megint nagyon közel van Gabeszhez. Visszaszívom, amit előbb mondtam, hogy itt eldőlt a második hely, és Gabesz hibázik is. Úgyhogy még Sósnak talán lesz esélye. Viszont utolsó körbe fogunk érkezni azonnal. A következő kör lesz az utolsó, ha minden jól megy. Így van, úgyhogy majd egy fotofinist láthatunk itt a második helyen, bízunk benne. Na, nagyon jó jön a célegyenes. Illetve nem, most ez a vége. Berki Milán nyeri a futamot. Gabesz és Sós Robi még a dobogón. Gabesz csak megtartotta azt a második helyet. A második helyen Sós a dobogó alsó fokát csípi meg, Zsolt pedig jön a negyedik helyen. Asszaló Zoltánt megelőzve, aki az ötödik. Többé így van. Messze. Úgyhogy Berki Milán ismét nem kérdezett, és egy abszolút uralva a futamot sikerült behúzni a győzelmet, bár ugye az elején azért Gabesszal meggyűlt a baja. Igen, nem, az a baj, pont nem láttuk, hogy mi lehetett Gabesszal, hogy ott hibázott, vagy Milán megelőzte és utána szakadt le. De én azt gondolom, hogy inkább hibázott, hiszen olyan előnye volt egyből Milánnak, hogy nem hiszem, hogy annyi idő alatt ilyen előnyt ki tudott volna építeni. Hát sajnos ezt nem benéztük egy kicsit, nem jó helyen voltunk, de hát nehéz mindenkit követni. És ugye nyilván nem csak az élmezőnnyel foglalkozunk. Hát így van, viszont ekkora mezőnyben nagyon nehéz mindent szemügyre venni és mindenhova odafigyelni. Úgyhogy amit tudtuk, megpróbáltunk megmutatni ebből a futamból. Azért voltak abszolút érdekes mozzanatok és megmozdulások. Nekem nagyon tetszett egyébként, sőt, mondom, én azt mondom, hogy ez eddig legjobb futam volt talán. Így van. Jó csaták voltak. No, nézzük is a végeredményt. Ugye, ahogy láttuk, Berki Milán 7,6 másodperces előnnyel Gabesz előtt megnyerte a versenyt. Ugye ez nekik egy kettős győzelem, úgyhogy ismét sikerült még jobban megszilárdítani ezt a csapat bajnoki címet, akár, bár még ugye nagyon sok van a bajnokságból, de ők azért egy nagyon durva páros így ketten. Nagyon masszív pontszerző helyekkel és ugye futamgyőzelmekkel abszolút. Úgyhogy mindenképpen egy abszolút bajnok esélyes csapatról beszélünk. És ugye Sós Robi mindent megpróbálva, de végül is egy hiba miatt talán lecsúszott a második helyről, és így a dobogó legalsó fokára kényszerült. Úgyhogy ez volt az első futam. Egy pár gondolat így utólag, Dávid. Mit mondasz? Milyen volt? Tényleg mondom, nekem nagyon tetszett, úgyhogy abszolút bejött ez a futam. Jó csatákat láthattunk, folyamatosan kiélezett szituációk voltak, meg volt a maga feszültsége is, de azt gondolom, hogy senki nem lépett át egy bizonyos szintet, ami a megengedett keménységet illeti. Úgyhogy tényleg le a kalappal a fiúk előtt. Szép futam volt.
Így van. Úgyhogy egy pillanatra elköszönünk. Egy kis kávészünet, cigiszünet, bármi. Akinek belefér. Úgyhogy maradjatok velünk, nézzétek meg a második futamot is, amivel hamarosan jelentkezünk. Úgyhogy kis türelem, kis pihi, aztán jövünk vissza. Yeah.
Sziasztok ismét, itt vagyunk a Nissan bajnokságának dijoni futamával, illetve a második futamával, ugye az előbb Milán győzelmével ért véget az első. Tibi, milyen lesz az a második futam? Hát az elsőből kiindulva szerintem mindenképpen izgalmas, ugye ismét ugye nagyon szép népes mezőny jött össze. És hát egy nem egyszerű pályán. Nagyon rövid egyébként, és nagyon gyors pálya, de nagyon technikás kanyarok, és nagyon-nagyon könnyű hibázni rajta. Ugye ezt láttuk többektől, több nevesebb versenyzőtől is, tehát akiktől mondjuk nem feltétlenül vártuk volna, hogy ilyet fog hibázni, és mégiscsak így alakult. Úgyhogy mindenképp egy izgalmas futamot várok. Aztán meglátjuk mindjárt, hogy mi lesz itt a helyzet. Úgyhogy szerintem akkor lássuk is a dolgot. Ugye az első futamhoz képest annyiban módosul a második futam, hogy mindössze 20 perc a versenytáv, nem 30, ahogy az elsőn, és ugye az első 15 helyezett az időmérőhöz képest helyet cserél egymással. Tehát aki időmérőn 15. helyet éri el, az indul az első helyről, és aki az elsőt, az a 15-ről. Így van, úgyhogy Hajdú Gabi vághat neki az élen, vagy az élőr a futamnak, Szabó József fel mögötte. Így van, boxos, Galuska Mihály, Ádám, Lui és Marinka Tamás az első hét, aki el fog hamarosan indulni a felvezető körre. Mumus a 8. helyről. Fekete Imi pedig a mezőny végéből vághat neki a futamnak. Igen, ugye neki a futamon ő kiesett. Így van, ő volt az első kieső. Bízunk benne, hogy ez most jobban fog alakulni neki. Nem hiszem, hogy túl jó drog lenne az, hogyha itt egy hétvégén két alkalommal is ki kellene szállni a játékból. Hajdú Gabi pedig szokatlan helyzetben, a pole pozícióban. Így van. És meglátjuk, hogy meddig sikerül ott maradni. Ugye itt mindig az a nehéz, elrajtolni, még elrajtol az ember, de ilyen mezőnyben ott maradni az elején, az nem egyszerű. Kíváncsi vagyok, hogy itt ez a Sós Gabesz Milán féle banda, ez hova tud majd feljönni. Hát biztos, hogy kőkeményen fogják nyomni neki. Ugye az előző futam dobogósai egymás mögött 12-től a 14. helyen találhatóak. Így van. Meglátjuk. Még egy kanyar és Hajdú Gabi visszaérkezik a célegyenesbe. Mögötte pedig érkezik a mezőny. Szabó Józsefnek sem jött össze az első futam igazán. Úgyhogy hát, ha itt a második kockából indulva valami szépet tud alkotni. Hajdú Gabi egy picikét előrébb állt meg a kelleténél, illetve később a rajtkockájához képest, egy picit vissza kellett tolatni. De most már elfoglalta a korrekt rajt pozíciót. Szóval Hajdú Gábor az élen, Szabó Józsi a második, Boxos a harmadik, Galuska Mihály ezzel a fehér autóval a negyedik helyről várja a rajtot, ami másodperceken belül így van, fog történni. Hogyan vágnak neki itt a küzdelemnek a fiúk? Valami még mindig nem okés, legalábbis is nem indultak el. Dávid, tiéd a szó. Na most kezdtek, így van, most gyulladnak ki a lámpák, és el is aludtak. Zöld jelzést kaptak, de hát a pilóták, Hajdú Gabi pedig nagyon-nagyon-nagyon nem jól kapta rajtot, meg is előzik ketten Boxos és Szabó József is, sőt,
Ádám is elmegy mellette, boxos az első helyen, nagyon-nagyon szépen, ugyanúgy kapta el szinte, mint az előző futamon Gabesz, és a külső évenet elment mindenki mellett, úgyhogy boxos vezet, Szabó Józsi a második, őt követi Ádám, aztán a Hajdú Gabi, Galuska Mihály, Mumus, Aszalos Zoltán a hetedik, illetve a hatodik most, bocsánat, nagy csata ott középen. Na nézzük, hogy ki jön ki ebből a legjobban, Galuska Mihály. És a belső éven Berki Milán. Jajajajaj, valaki nagyon megcsúszott. Így van, szerencsére nagyobb baleset nem lett belőle, hogy nézem, el tudták a többiek kerülni. Berki Milán a hatodik helyen. Az igen, az kemény. Az nagyon komoly, 14. 14. pozícióból. És most támadja Galuska Mihályt is, sőt meg is van neki a külső éven. Szenzációs, az ötödik helyen az előző futam győztese. És megy a Szalos Zoltán után. Hát hihetetlen. 9 pozíciót javított kapásból a bajnoki élovas. És mindjárt tizedet, mindjárt tizet. Így van, lassan tizet. Meg fogja előzni a Szalos Zoltánt is simán. Hát egészen elképesztő, amit művel Milán ma is. Hát azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy a mezőny legjobbja. Meg is csúszik előtte, Hajdú Gabi! Az nagyon kemény volt. Nagyon észnél volt Milán, el tudott menni mellett, és Aszalos Zoltán is megelőzi Hajdú Gabit, sőt, jön Sós, ő is megelőzi. Hajdú folyamatosan veszíti a pozíciókat. De a hatodik hely az megvan neki. Milán közben Ádámot támadja. Igen, Milán a külsőben, Ádám is megvan neki. A második helyen hihetetlen, a 14. helyről indulva Milán a második helyen van. A szenzációs helyzet felismerések egyébként, mert ugye nagyon sok pozíciót hoztak neki a balesetek, meg az, hogy előtte hibáztak, és azonnal kihasználja, amint egy pici hiba van előtte. Igen, de utána hogy átgázolt a mezőnyen? Elképesztő, amit művel. És megy boxos után, akinek egészen elképesztő előnye lett itt a mögötte lévő csatáknak köszönhetően. Közben a harmadik, negyedik, ötödik hely. Ádám Aszalós és Sós Robi. Sós Robi az ötödik helyről. Igen, kettőt előzött. Jött fel a harmadikra, így van, nagyon szép manőver volt. Mumus is megelőzi Hajdú Gabit, szegény Hajdú csúszik vissza, és Gabesz is jön. Gabesz is a 9. helyen, ugye ő is talán 12-nek indult, és kapaszkodik fölfelé. 13. Hajdú lecsúszik, Gabesz pedig megelőzi. A 8. helyen Gabesz. És ugye Sós Robi, aki a 12-ről indult. Igen, őt is meg kell dicsérni, ugye ő is ott van a dobogón. A harmadik helyen. Milán pedig boxos után eredt. És igazából én azt mondom, hogy még sietnie se kell, mert kényelmesen megvan az a tempója, hogy utolérje a boxost, és ugye ezzel már átvegye a futamban a vezetést. Úgyhogy... hát nagyon komoly, amit csinál Berki Milán. Ádám az ötödik helyen csatában Marinka Tamással, viszont Tamás el is megy, és jön Mumus mögötte. Ádám is nagyon komolyan hullik visszafelé. És mekkora baleset! Jaj, szegény Ádám! Hát ez egy komoly baleset volt. És Ádám próbál visszafordulni, csak ugye forgalom van a pályán. Igen, és nem jöhet vissza, hiszen azzal veszélyeztetni a többieket. Szabó József, én nem tudom, mi volt azzal a megállással ott a terv. Hát az egy életveszélyes manőver volt, de szó szerint. Tehát ilyet egyszer egyenes végén megállni, tehát... hát... igen, az nem volt a legmegfelelőbb döntés. És a 22. helyen van. Így van. Csádám ki is esett a futamból. Búcsúzunk, de hát... helyes Ádámtól. 16. 17. helyen pedig Medhát előzte közben meg Bubán Dávidot. Gabesz is már a 7. helyen. Múst üldözi. Boxos előnye pedig nagyjából ennyi volt. Milán és Sós is
közeledik vészesen. Viszont azt gondolom, hogyha itt még boxos meg is tudják ők ketten előzni, dobogó azt kinézhet neki. Ami nem kis teljesítmény lenne tőle, Szabó József jön a boxba, vagy nem tudom mit csinál. Közben cseten jött az információ, hogy Szabó József az előző manőverében épp jött vissza a pályára a boxból, csak akkor is valahogy nagyon-nagyon szerencsétlenül jött ki, tehát igazából menni, szerintem mennie kellett volna, és ugye tempóval a többiek közé becsatlakozni, mert hiába ugye nyilván próbálta elengedni őket, mert ugye körhátrányba került már ezzel, viszont akkor is ez nagyon, nagyon veszélyeztette a többieket, hogy ezzel ott hogy megállt, vagy legalábbis ennyire lelassított, legalábbis így szemből, ahogy láttuk, szerintem az az autó az állt. Így van, úgyhogy talán jobban kellett volna figyelni a kifelé jövetnél a boxnál. Hát ugye pontosan én sem láttam, hogy mi volt, úgyhogy véletlenül sem akarok itt nagy előítéleteket hozni, vagy mondani. Amit láttam, abból tényleg az, azt a következtetést tudom levonni, hogy ez egy veszélyes húzás volt Szabótól. Hát boxos pedig katyáját felkötve védekezik Milánnal szemben. Aki előtt a második győzelem is látó távolságban van. Ennek a célegyenesben. Hát talán még itt messze van, vagy... Vagy megvan a végsebe? Megvan bizony az a végsebesség, nagyon jön. Nagyon jön Milán, és a belső ívet ott hagyja neki boxos. Ez nem volt túl jó ötlet, talán ott levéthette volna. Milán pedig simán elmegy. És folytatja ezt a szenzációs teljesítményt, amivel elkezdte ezt a futamot. Boxos pedig a második. Hát lehet, hogy igazából boxos nem is amiatt hagyta ott a belső ívet, hogy a külső íven esetleg jobb helyzetben legyen, hanem inkább csak úgy volt vele, hogy előbb-utóbb Milán úgyis elmenne mellette, és nem biztos, hogy neki vele kell most foglalkoznia és a gumikat legyilkolni, hanem tényleg, amit mondtam, hogy a dobogó alsó foka az, az talán meg lehet neki egy okos vezetéssel. Így van. Fekete Imi és Lui is nagy küzdelemben a 9-10. Helyen. Csapattársak, ha jól látom, hogyha jól tudom. És Fekete Imi a belső íven a célegyenesben meg is előzi Luit. Így van. Lui egy picit lecsúszott ott, hogy jövünk a célegyenesbe. De most visszatámadhat talán. Hát, igen, Lui jön hátulról, de nem ott nem fér be, nagyon messze volt a féktávra érkezve. Úgyhogy nem sikerült sajnos. Robesz pedig Mumussal van csatában a 6.-7. helyen. Mumus mögé beragad Robesz már jó pár kör óta egymás mögött ők ketten. És közben eltelt a verseny fele. Én úgyhogy Gabesznak igyekeznie kell, hogyha ismét egy hasonló végeredményben bízik, mint az előző futamon. Hát nem volt a legjobb Gabesztől ez a kigyorsítás. Na nézzük, hogy van esélye egy célegyenes közepén vagyunk, most behúzódik. Nem. Esélytelen Gabesz. Viszont Mumus lecsúszik, egy akciós előzés. Azt, hogy használta ki Gabesz azt a hibát. Ez nagyon szép volt. Ez fantasztikus volt. Mumus annyira próbálta a belső ívet védeni, és ugye egy nagyon rövidet fékezni, hogy Gabesznek esélyese legyen, és pont ez okozta a vesztét, hogy lecsúszott a féktávon. Hát és ahogy arra bement Gabesz, hát ez nálam mindenképp a nap előzése. Én azt gondolom. Így van, és ugye
Humusnak igazából nem nagyon hagynak levegőt venni a többiek, mert farkas érkezik mögé. Kubán Dávid pedig beleállt a 18. helyen a Box utca falába. No. És a 17. helyen Somogyi Zsolt Somogyi megcsípi az előtte autózó autóját, és... Talán Ádám? Igen, talán ő volt az, nem tudom én sem pontosan, csak a végét láttam a dolognak. De ugye elkapta az előtte lévő autó hátulját, és emiatt meg is csúszott. Időközben Sós is elment boxos mellett, és itt a dobogóért nagy csata lesz, az biztos. Ugyanis boxos tűnik talán a leglassabbnak itt a mezőnyben. Legalábbis a mezőnynek annak a részében, ahol a dobogó a tét. Egyedülre kicsikét lenyugodni látszanak a kedélyek. Igen, itt a nagy adókapuk után egy kicsit most visszafogottabb a helyzet. Így van, de meg hát ugye... Úgy gondolom, hogy ez nem így lesz, nem sokáig lesz így. Hiszen amint mondtam, boxos egy picit lassabbnak tűnik, mint a mögötte autózó néhány pilóta. Úgyhogy Naszalós. Nagyon kemény feladat elé állítják majd boxost. A Szalús pedig nézelődik. De hát ugye őt is támadják közben, úgyhogy hát nem könnyű, és még jön Gabesz is ott mögöttük, aki majdnem biztos vagyok benne, hogy ott lesz a vége számolásnál. Itt még a harmadik hely az abszolút nincs elkönyvelve. Most Asszalós egy picikét hibázik, és így a negyedik helye kerül veszélybe. Marinka Tamás tapad rá célegyenesben. Érkeznek az első féktáv felé. Tamás egy picikét gyorsabbnak tűnik, viszont még mindig Asszalós van előrébb. Az érkeznek az első kanyarba. Nagyon szépen ketten elfordulnak. És Tamásnak jött ki jobban a helyzet. Asszalós visszaesett a negyedik helyre. Nagyon szép küzdelem volt. Asszalós viszont nem adja fel. Abszolút tapad Marinka mögé. Még a célegyenesben ebben vissza is lehet vágni, hogyha sikerül megtartani ezt a távolságot kettejük között. Ez szélárnyékból még jó lehet Asszalósnak. És ugye így boxosnak segítenek egy picikét ezzel, hogy ők csatáznak mögötte, mert egy kicsit talán el tud szakadni, ott megint egy autó a pálya szélén. Talán Hajdú Gabi volt az, ha jól láttam. Hát Tamás eléggé lecsúszott most, és Asszalós pedig talán a célegyenesben visszaverti a pozícióját. Nagyon jön ezzel a zöld színű autóval. De nem lesz elég az a tempó, hogy támadásba tudjon lendülni, és Asszalós Zoli meg is csúszik, és megkocolja a falat. Gabesz, és jön Gabesz. Fú, de nagyot kellett fékeznie Gabesznak. Egy nagy tempó különbséggel jött meg. Hát le is csúszik Asszalós. És Gabesz az ötödik helyen találja magát. Ismét, tehát feljön egy pozíciót. És érkezik Farkas Dávid Asszalós mögé, nincsen messze igazából, bár már lassan-lassan következik a
futam vége, még 4,5 perc van hátra ebből a versenyből. Bízunk benne, hogy Dávidnak nem lesznek technikai gondjai ismét. Akár még az a hatodik hely kinézhet neki. Igen. Hát ugye Milán teljesítményével kapcsolatban ódákat zengtünk. Jegyezzük meg itt Sós teljesítményét is, aki legalább olyan fantasztikus, amit leművelt ezen a futamon. A második helyen autózik, ő is szintén a középmezőnyből vághatott neki ennek a dijoni második nagydíjnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az élen álló két fiú az egészen elképesztő, amit bemutat. Boxos pedig folyamatosan vérekezik, hát ott a rekörözések nem biztos, hogy túl jól jönnek ki neki, nagyon elegáns valaki. Medhet, így van. Medhet, így van. Abszolút nem szólt bele a dolgokba. Gabeszék előtt is lehúzódik, Gabesz is asszalós megy el mellette. Ez nagyon szép volt Medhettől. Na nézzük a rágyorsítás nagyon szélesen jön ki Tamásnak. Már lesodrodott az autó, gondolom a gumik már azért kezdik feladni a csatát. Érkezik meg boxos mögé. Jó csatája bőven, mert itt meg is lehet talán neki a végén. Áj, és rától. Mást is boxos. De kár érte. Abszolút kinézett neki egy dobogó, jól védekezett, és ha jól látom, akkor fel is adta a futamot. Mondjuk ezt megmondom őszintén, én csodálom, hiszen csodálkozok ezen. Hiszen nem volt ez nagy ütés, és azt gondolom, hogy még egy jó pozícióban befejezhette volna a futamot egy top 10-ben. De hát feladta. Megmondom őszintén. Tényleg sajnálom, hogy így alakult neki, de ez a hozzáállás abszolút nem, nekem legalábbis nem szimpatikus. Hogyha valaki így feladja egy hiba után, vagy egy olyan esemény után, ami után még bőven tudna tovább haladni. Aztán egy kicsikét majdhogy nem magyarázza ezt a helyzetet, ami is amúgy, tehát igazából a bosszúságot talán, hogy ugye azt láttuk mi is, hogy Tamás, hogy fordult ráci egyenesre, ugye nagyon-nagyon kiszélesítette a pályát, emiatt tudott nagyobb tempóval ráfordulni a célegyenesre, aminek lett mondjuk a következménye az előzés, bár nem vagyok egészen biztos, hogy ha szabályosan fordul rá, akkor is utalérte volna boxost. De akkor is, tehát tulajdonképpen kicsit egy szabálytalan manővernek mondható volt, amivel bepróbálkozott, és ugye így lökte ki boxost, és ezt azért nagyon nehéz fejben lerendezni. Viszont megérkezik Gabesz Marinka Tamás mögé, az emelkedős jobbos előtt még nem próbálkozik. Nem tudom, te hogy látod, Dávid, azt a manővert? Hát, megmondom őszintén, nem feltétlen így, ahogy te. Az az igazság, hogy nem tudom igazán egyiket sem hibáztatni, egyik pilótát sem. Talán ott elfogyott a belső éven boxosnak. Viszont én úgy láttam, hogy nem feltétlen volt meg az a biztos pozíció, hogy ő ott, neki ott meglegyen az előzés, vagy az a visszatámadás. Úgyhogy én nem foglalnék állást itt most. Mondom, én inkább engem az nem tetszett, hogy utána feladta a futamot, pedig jól ment, és tudjuk, hogy boxos egy nagyon megbízható pilóta egyébként, aki abszolút jól teljesít a futamokon és stabilan, és egy nagyon sportszerű versenyző is, de azt gondolom, hogy folytatnia kellett volna. Hát igen, most mert igazából ugye visszaesett ilyen 5.-6. hely környékére, tehát mondjuk, ha onnan tovább jön, még mondjuk az első 10, az mindenképp megvan. Úgyhogy benne lehetett volna, de hát így Gabesz. Igen, ilyenkor jönne jól egy visszajátszás, hiszen ő jobban meg ki tudnánk elemezni az adott szituációt, így elég nehéz. Így van, közben utolsó körbe érkeztünk. Berki Milán pedig hozva a saját formáját és tempóját nem kérdezett ismét, és nyerte meg a második futamot is, a 14. helyről rajtolva. Ez félelmetes, ez a tempó.
Sós Robi a második, Marinka Tamás behozza a harmadik helyen, Milán csapattársa, Gabesz pedig a negyedik helyen ért célba. Na, meglehetősen jó futam volt ez is. Sőt, talán még az előzőt is felülmúlta. Így van. Itt a Milán és Sós teljesítményét az igazából tényleg szavakat nehéz találni. Honnan feljöttek, és még Gabesz is a negyedik helyen. De hát a többieket is meg kell dicsérni. Én azt gondolom, hogy mindenki jól teljesített. Sajnos voltak kiesések, egy nagyon nehéz, sok kihívásra teli pálya ez. Úgyhogy nem volt könnyű dolga senkinek. És ugye, mint láthattuk az előző futamon, a technika is közbeszólt. De én azt gondolom, hogy mindenki tisztességesen helytállt. Tudásának megfelelően. Úgyhogy szép volt, fiúk. Így van. No, akkor nézzük is a futam végeredményét. Ugye Berki Milán ismét egy győzelemmel zárta ezt a második futamot, és ezzel a hétvégét kettő győzelemmel, ami azért mindenképpen nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Sós Robi lett a második, és Marinka Tamás pedig a harmadik helyen. Azért az is egy bemutatkozó hétvégén dobogóra állni, ez szerintem mindenképpen dicséretet érdemel. Nagyon-nagyon jól ment, és folyamatosan fogta meg a jobbnál jobb pozíciókat, ami a támadásokat illeti. Még egyszer mondom, itt volt az a boxossal való ütközése. Én nem tudom egyiket sem igazán hibáztatni, így az élő kép alapján. Úgyhogy könyveljük el neki ezt a dobogót, és szép teljesítmény, amit ma bemutatott. Így van. Ha meg esetleg érkezik erre óvás, akkor azt már a versenybíróságnak a joga eldönteni, hogy mi történt és hogy történt. Nyilván visszajegyszerűen sok mindent megmagyaráznak ebből a szempontból, ugye, aminek nekünk nem áll rendelkezésre sajnos. Úgyhogy ennyi volt a második futam. Hát két nagyon izgalmas futam volt egyébként szerintem. Abszolút csatákban bűvelkedett. Itt a másodiknak a vége volt egy picit olyan, hogy nagyon lenyugodtak a srácok, és úgymond már hogy mondjam, kicsit kezdett talán unalmassá válni, így külső szemlélőként, de persze belülről ez nagyon más. Hát hogyne. Hát egyébként meg nem volt az unalmas. Nekem nagyon tetszett mind a két futam, úgyhogy... Így van, ezt a véleményt mindenképp osztom. No, jó ez a Dijon, így kezdem megkedvelni. Hát azt mondom, hogy... Nekem eleinte nagyon ilyen ellenszenves pálya volt, vagy nem is tudom, tehát nagyon-nagyon negatív van jött le az első pár körből, meg ugye a többiek véleményéből is, mert ugye azért nyilván eszmét cserélünk tesztek alatt, meg egyébként a hétköznapokban, és igazából mindenki olyan véleménye volt, hogy hát jó pálya, de azért ugye beállítás szempontjából is egy kis csavar kell az autóba ahhoz, hogy jól tudjon menni hosszú távon, meg hát ugye vezetés technikailag nem egyszerű jó tempót autózni. Hát te is szenvedtél, oda mentem hozzá, beállítottam az autódat, aztán hát lett, ami lett a vége. És a második futamon egy tizedik hely összejött, úgyhogy... Figyelj, azt mondtad, az a cél, hogy az első 10 meglegyen. Így van. Esélytelenek nyugalmával indulsz. És meg lett. Egyébként azt az autóbeállítást, azt ketten hoztuk össze. Igen. Enélkül hát a 20-ban nem lettünk volna. Igen. No. Akkor ugye ennyi volt a francia kettő futam. Úgyhogy maradunk Franciaországban egyébként. Marad a mezőny. És kettő hét múlva pedig a Bugatti pályára látogatunk, ugye, ami a Le Mans-nak egy lerövidített verziója, úgymond. Tehát ugye nem mennek el a hosszú körre, hanem ugye egy rövidebb szakasz. Ugye ezen mennek motorosok is, autósok is, úgyhogy egy igen izgalmas vonalvezetés egyébként, és nekem úgy az első körökből leszűrve a tapasztalatokat egy nagyon pozitív dolog, úgyhogy meglátjuk, mit fognak hozni majd a versenyek. Úgyhogy mindenkinek jó felkészülést
a következő kettő futamra, és találkozunk ott is, meg itt is. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Na, sziasztok! Mi haza sem utazunk innen. Így van. Na, sziasztok! Köszönjük, hogy figyelmedet ránk szentelted, két hét múlva újra jelentkezünk. További jó szórakozást és pihenést! Sziasztok!